három sportágban 48 csapat vett részt a Diákolimpia országos döntőjében, és a 48 csapat közül három a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium színeiben indult. Az intézmény ezt egyedüliként mondhatja el magáról a mezőnyben. Az eredményességre sem lehet panasz, mivel a lány röplabdázók aranyéremmel, a fiú kosarasok pedig a negyedik helyen végezve zárták a tornát. Nagyon büszkék vagyunk. Büszkék vagyunk a Diákolimpiát nyert női röplabda csapatunkra, akik álomjátékkal nyerték meg tulajdonképpen a Kaposvárral szemben a női röplabda döntőt, de nagyon kevésen múlott az is, hogy a fiúk kosárcsapatunk lecsúszott a dobogóról, nem állt mellénk a szerencse. A fiúk nagyon keményen küzdöttek, de hát az ellenfél eredményesebben dobta a kosarakat. Ők negyedikek lettek így, és nyolcadik helyen végeztek a fiú röpiseink. Ott még kell egy kis gyakorlás, de úgy gondolom, hogy a Diákolimpián való szereplés így is azért eredményesnek mondható. A lány röplabdázók mind az öt mérkőzésüket megnyerve veretlenül szerezték meg az aranyérmet. Fantasztikus hétvége volt, óriási siker, óriási teljesítmény, hazai pályán, hazai közönség előtt, hazai siker mindig sokkal többet jelent. Igen, azt mondtam, hogy érmet szeretnénk. Álmodtunk mi egy nagyot, de az ember nem meri kimondani igazán, aranyérmet szerettünk volna, és a csapat mindent megtette azért, hogy ezt el is érjük. A fiú kosarasok az utolsó pillanatban kapott kosárral csúsztak le a döntőről, és végül a negyedik helyen végeztek Sitku Mártonék. Itt a Vasaljában lett volna a legjobb hazai közönség előtt, de teljesen jó volt a bánki iskolába játszani. Nagyon nyilván szomorúak voltunk a elődöntőbe a vereség miatt, egy elég küzdelmes meccsen maradtunk alul, de a csapat összeszedte magát, és egy jó meccset tudtunk játszani a Debrecen ellen. A fiú röplabdázók a nyolcadik helyen zártak, ami a csapat edzője szerint megfelel az erőviszonyoknak. Tudtuk, hogy nem mi leszünk a legerősebb csapat. Ugye gyakorlatilag Kecskemét, Kaposvár, Dunajváros mind-mind első osztályú csapat, vagy első osztályú csapatok utánpótlása. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy reális eredmény született. Talán az utolsó mérkőzés, ha egy picit határozottabb vagyunk, akkor Győr ellen nyerhettünk volna, de így sem vagyunk elégedetlenek. A vasvári kosarasok idén még szerezhetnek diákolimpiai érmet, mivel a B33 sorozat területi döntőjéből február 20-án Miskolcon bejuthat a fináléba az iskola fiú és lány csapata is.